Az éjjel soha nem érhet véget, a magyar válogatott 3 évvel ezelőtti EB szereplése sok örömet okozott a magyar foci drukkereknek, egyelőre ezzel a szép emlékkel kell beérniük. A magyar válogatott teljesítménye az időnként szomorúságra is okot ad. A miniszterelnökséget vezető miniszter a receptet is tudja arra, hogyan lehetne igazán jó a magyar válogatott. Ha egyszer valóban egy nagyon jó magyar válogatottot akarunk, akkor az utánpótlás támogatásán keresztül lehet ezt megvalósítani. Az M4.hu összesítése szerint az elmúlt 8 évben 791 milliárd forint érkezett a magyar futballba a központi költségvetésből, illetve a TAU támogatásokból. Ennek az összegnek csak az ötödét, azaz körülbelül 160 milliárd forintot fordítottak utánpótlás nevelésre. Ez egyszerűen így nem mehet tovább. Tehát dobjuk ki a pénzt az ablakon. Ezt mondta korábban az MLS elnöke a foci pénzek felhasználásáról. Ma kerestük az MLS-t, de nem tudták megmondani, valóban 791 milliárd forint ömlötte a futballba. Futballistáknál ez a küszöb nagyjából 100-120 millió forint per év. A házon kívülnek beszélt arról Muszbek Mihály sportközgazdász, mennyit keresnek a legjobban fizetett magyar és az átlagos focisták. 200 játékos keres havi 3-4 millió forintot. 40-50 millió forintot per év. A teljes magyar NB1-ben 700-an élnek a fociból, az ő bérük évente nagyjából 8-9 milliárd forint. A Fidesz törvénymódosítása után a sportolók, így a focisták a korábbi 250 helyett évi 500 millió forint bevételig választhatják a kedvezőbb adózást biztosító ECO-t. A DK másra költötte volna csak nem 800 milliárd forintot. Látjuk a magyar egészségügy helyzetét, kórházakat nem hajlandóak felújítani, béreket nem hajlandók emelni, és ebből az összegből több ezer CT, illetve MR készüléket tudtak volna vásárolni. Az EMI arra a kérdése, valóban 800 milliárdot költöttek-e a focira, és azt szerintük jól használták-e fel, azt közölte, ezt a számítást nem ismerik.